Idén is folytatódik a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság diákrendőr programja. A Student Police programban résztvevő diákoknak múlt héten tartottak felkészítést a megyei rendőrfőkapitányságon. A Student Police program immár 5. éve zajlik, Tatabánya megyei jogú város közigazgatási területén belül. 5 éve indítottuk el kísérleti jelleggel ezt a programot. Idén már 65 diák jelentkezett. A diákok többsége önkéntes vállalás alapján a megye területén, köztük Tatabánya területén is teljesít szolgálatot. Alapvetően Tatabánya területén két helyszínen, az élményfürdő, illetve az élményfürdő előtti területen fognak szolgálatot teljesíteni, illetve a belváros Máfaüdvar Vérteszt Center területén lesz a szolgáltellátásnak a helye. Alapvetően bűnmegőrzési, balesetmegelőzési feladatokat fognak ellátni, és az állampolgárokat, illetve az ideérkező turistákat fogják ellátni hasznos információkkal. A korábbi évek bűnügyi tapasztalatait figyelembe véve, illetve a bűnügyi eset számokat figyelembe véve kijelenthető, hogy azokon a területeken és azokban az időszakokban, amikor a szolgált teljesítési idő volt, lényegében nullára tudtuk redukálni a bűncselekményeket és az egyéb jogsértő cselekmények számát. A megyei bűnmegelőzési alosztály, a megyei közlekedés rendészeti alosztály és a tatabányai rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök adtak tájékoztatást a diákoknak, valamint felvilágosították őket azokról az esetlegesen jelentkező problémákról, feladatokról, amiket a szolgálat teljesítés során meg kell majd oldaniuk. A hatékonyságot két szempontból is vizsgálhatjuk. Egyrészt a bűnügyi, illetve a szabálysértési adatok vonatkozásában, mint hogy korábban említettem, ezek az adatok, ezek igen kedvezőek. Azokban az időintervallumokban, amikor a szolgáltatásítés volt, lényegében a bűncselekmények, szabálysértések száma nullára redukálódott. A másik nagyon fontos, és talán a legfontosabb, az állampolgároknak a visszajelzése. A Tatabányán ideérkező, illetve a Tatabányán itt lakók, illetve az ideérkező turisták igen pozitív véleményeket, visszacsatolásokat juttattak el kapitányságunk részére. A diákrendőrök szórólapokat osztanak majd a nyáron, valamint segítenek eligazodni a városban a turistáknak is. A rendőrség munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy bizalommal forduljanak a fiatalokhoz, akik főleg bűn- és balesetmegelőzési feladatokat látnak majd el.